Rendhagyó mérkőzés előtt melegítenek a Spari labdarúgói. Kedden a másodosztály lista vezetője, az NB1-es tabella negyedik helyén álló A-Studio futsal ellen lépett pályára a Continental Arénában. A közel 2000 nézőt vonzó gálamérkőzés arra is alkalmas volt, hogy megtörje a felkészülés monotonitását. Tímár Krisztián vezetőedző szerint a futballisták megfelelő állapotban tértek vissza a téli szabadságukról. A játékosok elvégezték azt a munkát, amit kiadtunk nekik. Nagyon profi volt a hozzáállásuk, mert ugye minden adatot visszaküldtek, amit kértünk. Az állapotfelméréseken jól teljesítettek a játékosok, és egy igen intenzív és jó pár napon vagyunk túl a felkészülésből. A Spari jó pozícióból várja a folytatást, azonban a játékosok is tisztában vannak azzal, hogy tavasszal nem lesz könnyű dolguk. Mindenképpen nehéz lesz, hogy több csapat is pályázik a feljutásra. Ugye most nagyszerű pozícióból várjuk a folytatást, úgyhogy mondhatjuk, hogy most egy előnyös pozícióban vagyunk, úgyhogy szeretnénk ezt megtartani a szezon végéig. Szeretném sérülés nélkül lehozni ezt a fél évet, és szeretnék nyilván minél többet játszani, visszarendülni a régi formámba, és gólok a gólpasszokkal segíteni a csapatot én is. A Nyíregyháza ősszel 18 meccsen mindössze egy vereséget szenvedett. A vezetőedző tavasszal az őszihez hasonló játékot szeretne látni csapatától, egy-két mutatóban jobb teljesítménnyel. Szeretném, hogyha egy-két dologban előre lépnénk. Még jobban szeretném, hogyha még labdabiztosabb lenne a csapat, főleg, hogyha jól lepresszingelnek minket, abban szeretném, hogyha még tudatosabb mozgásokkal, még labdabiztosabb játékot produkálna a csapat. Tovább szeretném, hogyha a helyzetkialakításunk megmaradna, de a helyzetkihasználásunk tovább javulna, mert ugye abban a szezon vége felé előre léptünk, de a bajnokság elején azért ebbe volt hiányérzet. Most azt szeretném, hogyha a bajnokság elejét is rögtön jól elkapnánk, és ugyanolyan fordulatszámon, ugyanolyan jó helyzetkihasználással tudnánk kezdeni, mint ahogy a bajnokságba abba hagytuk. Azt gondolom, hogy a keret megfelelő, jó úton járunk, és arra szeretnénk tovább gyakorolni, azért szeretnénk tovább dolgozni, hogy a csapatjátékunk még összeszokottabb legyen, még gördülékenyebb legyen, és hogyha ez megvalósul, akkor olyan nagy erősítése nem szorul rá ez a keret. A gálameccset végül a futszálosok nyerték 7-1-re. A visszavágót nyáron nagy pályán játsza majd a két csapat. A Spari legközelebb pénteken lép pályára, 11:30-kor a szlovák első osztályú kassát fogadják Örökösföldön Kovács Rétiék. Szombaton 10 napra Törökországba utazik a csapat, ahol a kazak Kizilzsár, a dél-koreai U23-as válogatott és az osztrák Eci Altak ellen játszik felkészülési meccset. A hazaérkezés után Mezőkövesden tartja a bajnoki főpróbát a Nyíregyháza, február 4-én pedig a Tisza-Kicske ellen már bajnoki pontokért lép pályára Tímár Krisztián együtt. Köszönöm.